Köszöntöm a Forog a kamera nézőit. Tudták, hogy létezik egy olyan hely, aminek az a neve, hogy Madaras? Ez egy település Vajdaságban, Bajmok környékén. És tudták, hogy létezik egy olyan település, aminek az a neve, hogy Madaras? Mert hogy van még egy Madaras, a szerb határ túloldalán, Magyarországon van ez, és ez egykor ez a település, a két település egy volt, egy közigazgatási egységet alkottak, de a történelmi viszontagságok hát közbeszóltak és ketté szelték ezt a települést. Erről beszélgetünk ma, erről készített egy dokumentumfilmet a Pandon RTV munkatársa, a film alkotója Bálint Csaba. Szervusz! Szervusz, Orosz Ildikó! Köszöntöm a nézőket, örülök, hogy itt lehetek. Hát bizonyám, én ezt a Madarast szerintem nem hallottam. Illetve hallottam ezt az elnevezést, de nem tudtam, hogy micsoda ez, hogy ez egy település, vagy hogy milyen története van. Lehet, hogy azért volt ismerős, mert értelme van a szónak. Nem tudom, de nagyon érdekes a története. Te hogy találtál erre a témára, hogy került a látókörödbe? Ugye hát egyértelműen az indító ok az volt, hogy ugye tavaly volt 100 éve, hogy megkötötték a trianoni békediktátumot, és a nemzeti összetartozás évének nyilvánították a tavalyi évet, 2020-at. És ennek kapcsán kerestünk itt a Pannon televízión belül egy olyan szálat, egy olyan történetet, ami alapvetően gyönyörűen példázza azt, hogy hogyan szakadtak szét családok, hogyan szakadtak szét mikroközösségek. Tehát ugye amikor Trianonról beszélünk, akkor gyakran tapasztaljuk azokat, vagy halljuk azokat az eseményeket, amik országos, meg globális, meg hát Kárpát-medencei szinten történtek. De mi igyekeztünk egy olyat keresni, ami helyi szinten apró közösségeket érintett, és így találtunk rá Madarasra. Hát néhány helyen az interneten egyébként volt már korábban is róla szó, meg azt is nagyon fontos leszögezni, hogy az itteni madarasi közösség az egy összetartó közösség, évről évre összejönnek, és ők ápolják ezeket a hagyományokat. És akkor végül ráakadtunk Madarasra, a szétszakított településre, ami mikroszinten mutatja be azt, hogy tulajdonképpen mekkora tragédia is történt 1920. június 4-én. Kicsit beszéljünk erről, hogy mit jelentett ez az emberek számára, ugye? Tehát a személyes történetekben mi történt velük? Tehát, hogy fizikailag szétszakadtak, de ez a fizikai távolság lelki következményekkel is járt, hogy így mondjam. Amellett, hogy a filmbe igyekeztünk azt bemutatni, hogy hogy néz ki jelen pillanatban az, hogy hogyan élnek Magyarországon az emberek, és hogy néz ki most jelen pillanatban a Bajmok melletti Madaras, igyekeztünk arra is rávilágítani, és ez sikerült is. Egy picit ilyen szociológiai jellegés volt ennek az egésznek, mert azzal, hogy forgattunk Magyarországon is, az ottani magyarokkal, illetve az itteniekkel is, megtapasztaltuk azt, hogy ők ott hogyan gondolkodnak, illetve az itt ragadtak hogyan állnak hozzá ez az egész dologhoz, ez a történelmi tragédiához. És nagyon érdekes volt azt tapasztalni, hogy míg a magyarországi részen rendkívüli módon felzaklatja őket, és visszagondolnak a történelmi tényekre, arra, hogy az ő családjaikat hogyan érintette maga a trianoni békediktátum, és egy rendkívüli módon mélyen érint őket, még ma is ez a dolog, ez az elszakítottság érzése, addig Bajmoknál, vagy bajmokiak esetében, akik már egyébként beköltöztek Bajmokra, ez majd kiderül a filmből, az ő esetükben pedig nosztalgia jelenik meg, tehát hogy ők pozitívan gondolnak vissza Madarasra, és arra, hogy ők ott hogyan éltek, hogy hogyan működtek tulajdonképpen 1920 után. Úgyhogy az itteniek esetében valamelyest picit, mintha úgy tapasztaltuk volna, hogy háttérbe szorult a maga Trianon utáni tragédia érzés, és ez nagyon érdekes volt, és ez a filmben is egyébként visszaköszön. Madaras, magyarországi Madaras, ez egy takaros kis település, úgy láttam én, hogy majd a nézők is látják, viszont a mi oldalunkon, a mi madarasunk, az hát eléggé elnéptelenedett. Most mi a helyzet jelenleg, hogy laknak ott emberek, vagy mit lehet róla tudni? Ez is egyébként a filmnek az egyik célja az volt, hogy bemutassa azt az ellentétet, ami a településeket jellemzi, hogy ahogy említetted, az ott egy virágzó kisközség tulajdonképpen Magyarországon,
itt pedig egy elnéptelenedett településről beszélünk. Igazából helyszínen csak egy csárda van, ami egyébként akkoriban a kulturális életnek, illetve 1920 után a kulturális életnek egy rendkívül komoly központja volt, tehát ott a madarasiak igencsak bulisztak, sőt még a magyarországi madarasiak is visszajártak ide, amikor lehetett. Viszont ezen az épületen kívül tulajdonképpen a szerbiai részen más nem található. Pontosabban egy iskola a tető nélkül, néhány ablakkal, tehát összehasonlítva a magyarországi madarassal, ez szerintem mindenképpen jelzésértékű. Nem lehetett egyszerű feladat megtalálni az embereket, akik visszaemlékeznek, gondolom, mert hogy kicsit elnéptelenedett a falu. Hogy találtál rájuk, ki segített ebben? A bajmoki részen viszonylag egyszerű volt, hiszen rendkívül sok segítőkész ember működik ott Bajmokon, a kulturális életben, meg a környéken, tehát a bajmoki rész az viszonylag gyorsan és problémamentesen megvalósulhatott, hiszen, mint említettem a beszélgetés elején, ők összejárnak, tehát most volt azt hiszem augusztus folyamán valamikor a madarasi búcsú, és a mai napig egyébként összejárnak és buliznak ott. A magyarországi résznél viszont ott sem volt különösebb fennakadás, felkerestük a Madaras község polgármesteri hivatalát, ahol Balla Csaba polgármester úr rendkívüli módon kedves volt velünk, és rögtön segítséget nyújtott, felkeresték azokat az embereket a településen, akiknek valamilyen módon közük volt a tanyavilághoz, úgyhogy a felkutatás az viszonylag rugalmasan és könnyedén ment, és viszonylag jól is sikerült, mert például itt a szerbiai részen felkerestük azt a két embert, aki még mindig ott él, hát ők valószínűleg az utolsó két ember, aki még Madarason él, ők a bajor házas pár voltak, míg Magyarországon pedig találtunk olyan embereket, akik boldogan emlékeztek vissza, és meséltek nekik a szüleik olyan dolgokat, amik viszonylag szorosan, de kapcsolódtak a szerbiai részhez. Most ez egy film, ugye, ami ezt a témát feldolgozza. Hogyan készültél rá, és hogyan zajlott a forgatás? Mit tudom én, hány napot vett például igényben, meg utána az utómunka? Mennyi időt vett igényben? Nagyon fontos leszögezni azt, hogy ebben a munkában nem csak én vettem részt, hanem itt Szarabka Szabolcs nevét érdemes, és fontos megemlíteni, ő volt az, aki a drón munkájával rendkívül színessé tette az egész filmet. Huszár Dániel kolléga is velünk volt, és operatőrként színesítette a képekkel a filmet, illetve Szügyi Dávid volt az, aki a sok képből egy egészet varázsolt vágóként, úgyhogy ugye ez kóprodukció volt, és mindenki beletett apait, anyait, hogy kisüljön belőle egy jó kis film, ami visszaadja azt, hogy mi is történt, illetve hogy mit is jelent, ami történt az emberek életébe Madaras szintjén. A forgatási napok azok, hát 4-5 nap volt, amikor leforgattuk az egyiket, 4-5 nap volt, amikor leforgattuk a másikat, tehát nem vett sok időt igénybe. Az előkészület abból volt egy kicsit nehezebb, hogy le kellett szervezni a határrendészekkel, mind Magyarországon, mind pedig Szerbiában a forgatást, mert ugye ezt konkrétan az egyik település rész az a szerb-magyar határtól 100 méterre van, ott pedig a drón használat nyilván bizonyos szempontból korlátok közé van szorítva, meg hát a magyar rész is viszonylag közel van a határkerítéshez, és akkor így szervezkedni kellett a hatóságokkal, mind a szerben, mind a magyarral, de alapvetően nyitottak voltak és korrektek, úgyhogy megengedték, hogy forgassunk. Úgyhogy az utómunka az pedig szintén néhány napot vett igénybe, teljes napokról beszélünk, úgyhogy végül kialakult egy kétrészes film volt, az fontos leszögezni, hogy ez alapvetően két részből álló film volt, az egyik a magyarországi részt, a másik a szerbiai részt mutatja be, aztán most, amit a nézők majd, ha jól tudom, látni fognak, akkor az egy összeforrasztott verziója lesz az Elszakítva című filmnek, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog. Igen, nagyon érdekes megoldással kötötted össze a két részt, majd meglátják a nézők is, és felhívna a figyelmet a főcímre, hogy így mondjam, mert nekem az nagyon tetszett. Az pedig ugye... Ez pedig Guci Dávid munkáját dicséri, és Miskolci Roland is rendkívül sok dolgot tett hozzá, hogy így nézzen ki az egésznek a grafikája. Igen. Archív felvételek, drón felvételek és egyéb nagyon lírai is a film, és hát érdekes visszaemlékezéseket láthatnak az Elszakítva című filmben, amelyet Bálint Csaba készített. Nézzék meg!
Madaras, határmenti bácskai magyar község. Itt Greiner Gyula, községeteknek 40 évig volt tanítója. Szeretettel üdvözlöm a Magyar Rádió gyönyörűségesen szép kiállításából a levegő hullámain át a madarasi római katolikus egyházközség vezetőségét, tanítóságát, az egyházközség minden rendű és rangú tagját, de különösen azokat, akik 40 év alatt tanítványaim voltak. Tudatom mindnyájatokkal, hogy 40 éves tanítói működésem emlékéül egyházközségünk részére az újfalusi állami iskolában lévő katolikus imaházunknak általam felajánlott harangot, Szlezák László aranykoszorús harangöntő budapesti mester öntés alá vette, és kilátásba helyezte, hogy az 10 napon belül szállítható lesz, így tehát remény van arra, hogy a harang karácsony éjjelén meg fog szólalni, hogy annak hangja áthallassék községünkből a másfél kilométerre fekvő gyászos trianoni határra a tőlünk elszakított magyar testvéreinkhez, hogy remény gyújtson az elcsüggett szívekbe. ...1933-ban a helyi tanító rádióüzenetben köszöntötte a magyarországi madaras község lakosságát, a haranggal pedig a településtől elszakított anyavilágnak üzent. ...1920-ban a trianoni békediktátum madarast ketté szakította, a községhez tartozó anyavilág egy tolvonással a mai Szerbiához került. Nem csak települések, de családok, életpályák, mindennapok szakadtak ketté. A döntés után új élet kezdődött mind a tanyavilág, mind pedig madaras község esetében. A falubeliek, a madarasiak és a madarasi szállásokon élők egymáshoz való ragaszkodásának egy nagyon szép példája a Greiner harang története, ugyanis Greiner Gyula és a felesége Balázs Anna, ők 1933-ban 40 éves tanítói működésük emlékére egy kis harangot öntettek. És ezt a kis harangot Szent Imre herceg tiszteletére ajánlották fel, és az akkor működő újfalusi népi elemi iskola tetőzetén lévő harangtoronyban harangtoronyba tették ezt a kis harangot, és 1933 karácsonyának éjszakáján szólaltatták meg először, azért, hogy az anyaközségből az elzárt tanyavilágban élők halljanak harangszót. És erre vonatkozóan nagyon szép öntvényi felirata is van a kis harangnak, és így szól, hogy e kis harang érchangja szálljon a határon túlra, hirdesse, hogy magyar hazánk nagy, és szabad lesz újra. Nagyapám ugye, mivel nagy földjük volt a Sáridőlőbe, és itt bent laktak madarason a rokonok, leginkább az volt első idő házasság után, tehát 18-19-ben, hogy bejártak ide a faluba. Búcsúra, ünnepségekkor, családi összejövetelekkor, stb. De ők inkább kint gazdálkodtak, amíg csak lehetett. Hát... mint sokan mások, ők is úgy voltak, ahogy I.S. Gyula mondta, hogy az a magyar, akinek fáj Trianon. Hát neki fájt. Nem ismertem a nagyszüleimet. Édes nagyszüleim, Dudás Mária, mint említettem, 52-ben elhunyt. Nagyapámmal néhány alkalommal, anyai nagyapámmal néhány alkalommal találkoztam. Ugye ahhoz, hogy egy, ma már tudom, mert három unokám van, ahhoz, hogy egy gyerek közt egy jó kapcsolat kialakuljon a nagyszülővel, ahhoz idő kellene. Ezt a szeretetet vett el a nagyapától, illetve az unokától Trianon részünkről. Mi már egy új korosztály, más korosztály vagyunk, mint az akkori nagyapáink, anyáink korosztálya. Másképp látjuk a világot. Fiatalkoromban engem sem érdekelt a múlt, de ma már 71 évesen bizony sokszor eszembe jutnak ilyen gondolatok, mint amit elmondtam most, hogy azért nagyon igazságtalan volt a szülőkkel is,
a nagyszülőkkel is, és az unokákkal is a akkori élet, az akkori sors. Nagyapám testvére Molnár Péter, felesége Bartos Julianna, akik most már szerb oldalon lévő, Sáridüllőben laktak, Sáridüllő 24 alatt volt a szállásuk. Ide Madarasra voltak hivatalosak lakodalomban. De akkor már nem lehetett mindenkinek átjönni. Péternek, a férnek volt útlevele vagy engedélye, a feleségnek és a lányuknak, Verának viszont nem volt. Ők úgy szöktek át egy segítséggel a határon. Egy alkalommal, amikor biciklivel ment a Kígyós partján, ősszel későn mentek kukoricát szedni, valahogyan a kerékpárral elesett, megcsúszott és beleesett a Kígyósba. Szegénynek nem volt lehetősége akkor, hogy meleg ruhát váltson, és lebetegedett. A vége az lett, hogy tüdőgyulladásba meghalt szegény. 1956. január 13-án pénteken hunyt el. A szülők ugye a határon túl voltak, és akkor nem lehetett átjárni egymáshoz. Telefon nem úgy működött, távirat volt az, ami később eljutott hozzájuk. Kacifántos úton, mert a testvér értesítette ugyan a szülőket, de közel egy hónap eltelt, mire megkapták a táviratot. Ez idő alatt, ahogy pénteken ő meghalt, következő nap szombaton az édesanyja, mivel nagyon közel volt a tanyájuk a határhoz, hallotta, hogy itt a faluban, Madarason szólnak a harangok és halottra harangoznak. Ha most ő észrevette, vagy a széljárás is olyan lett volna, akkor még azt is megtudhatta volna, hogy fiú vagy lánya a harangoznak, férfira vagy nőre, mert ha nőre, akkor kétszer egy kicsit megállt a harangozó, ha férfira, akkor háromszor. Viszont ezt hát persze nem tudták. Verát a testvérénél fölravatalozták, az volt nálunk a szokás, hogy pénteken este virasztanak, és a háznál, és másnap temetés, jött a gyászkocsi, fúvós zenekarunk volt, abban anyai nagyapám is játszott, és Verát, mivel ő még lány volt, igaz, hogy már idősebb, de fehér ruhában mennyasszonynak fölöltöztetve, és természetesen a fehér lilium, ha művirág is volt, nem maradhatott el. Így a gyászkocsival, zeneszóval és a hozzátartozóival együtt kísértük ki, én akkor 6 éves voltam, a temetőbe, és ott lett eltemetve egy kriptába, ahol édesanyja Bartos Ágon rokonai is el voltak temetve. És aztán, amikor megtudták a szülők, hogy tulajdonképpen akkor temették a lányukat, amikor az édesanyja hallotta a harangszót. A trianoni békediktátum által okozott gazdasági károk országos szintben mérhetők, ugyanakkor helyi szinteken is számos kihívással kellett szembenézniük a lakosoknak, gazdáknak és földműveseknek is. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés területe kétharmadával csonkította meg Magyarországot, és a trianoni békediktátum társadalmi-gazdasági hatását tekintve Madaras történelmének az egyik legsúlyosabb tehertételévé vált. Az új határ kijelölését határmegállapító bizottságok végezték, és a bizottsági tagoknak szigorúan tartaniuk kellett magukat a szerződésben foglaltakhoz. Lehetőségük volt azonban a határ részletek megállapításánál arra, hogy az érintett települések közigazgatási határait, vagy pedig helyi gazdasági érdekeket vegyenek figyelembe. Madaras esetében a háborúért felelős nép kárára állapították meg a határt,
és ez azt jelentette, hogy nem a közigazgatási határokat vették figyelembe, hanem Bajmok gazdasági érdekeit. És így történhetett az, hogy Madaras községtől 5130 katasztrális holdföldet csatoltak le a szomszédos Bajmok javára. És ettől kezdve az elcsatolt határrészt és az ott lévő tanyavilágot madarasi szállásoknak nevezték. Dűlő utak tanyasorait vágta ketté az új határvonal, és családok szakadtak el egymástól. A Sári dűlő, a Vecstan dűlő, a Rosszkút dűlő, Nagykút dűlő, a Bagyas dűlő, a Barlangos dűlő tanyasorait vágta ketté a határ, és hát ezek a családok ugye nem tudták egymást utána már elérni. Egyedül a kettős birtokosi viszony tette ezt számukra lehetővé. Anyai ágról Balla Péter és felesége Grizák Mária voltak a nagyszüleim. Ők itt születtek Madarason mindketten. Hát a utóbbiak úgynevezett kettős birtokosságba éltek, tehát így kapcsolódtak a délvidéki elszakított rokonainkhoz, illetve a területekhez. Hát gyerekkoromban nem sokat meséltek ezekről a dolgokról sem, meg több más későbbiről sem. Hát félelem, vagy óvás, vagy nem tudni, hogy mi volt bennük. Mert nem hiszem, hogy az, hogy nem bíztak meg bennem. Nagyapámék itt a Sári dűlőbe bírtak egy tanyával, azt úgy kapták meg, hogy hogy végül is a házasságuk kapcsán az egyik családtól lovat kaptak, meg kocsit, a másiktól egy szántóföldet, legelőt, amire utána nagyobbítottak egy házat, és hát állítólag szorgos emberek voltak, és volt is eredményük, amit csináltak. Hát ez elég soká ment, csak sajnos közben mindkét részről a nagyszülőket behívták a nagy háborúba katonának, tehát az kiesés a család, meg az ő életükből is úgymond be a szempontból. Másrészt meg, hát ami utána következett sajnálatos események, az ami különösen az anyai ágamról nagyon, nagyon rosszul érintette a családunkat. Édesapáméknak itt volt az állatok ennél a szülői háznál, és innen járt dolgozni. Legény korában még lent volt földjük, és akkor onnan próbálták átlopkodni 48-ban még az utolsó termést. Aztán volt, amikor jó viszonyban volt a katonákkal, és hát mondta, hogy ő úgy eldugja, hogy nem fogják megtalálni, ez sikerült is, mert ugyanis szurkálták a kocsikat, hogyha szénát vagy bármit hoztak, tehát keresték azt, amit tiltott volt, hogy behozzák ide Madarasra, áthozzák. És utána a nagyapám testvériék dolgozták le a határon túli földjeinket, és később az övéké is lett, mert volt ilyen lehetőség, hogy a testvér vagy rokon nevére átírják. Anyai nagyanyámnál is ugyan ez játszódott le, hogy nagyapám meghatalmazással ment Bajmokra, és a testvérek ott megegyeztek, elosztották vagy kifizették a földeket. Egy meghatározott időszakban ugyanakkor a hatóságok lehetőséget biztosítottak a földművelésre, ez is a korszak sajátossága volt. A kettős birtokosság rendszere, ami kialakult ennek következtében, ez azt jelenti, hogy a Madaras belterületén élő és az itt lakó birtokosok és gazdák földjei 570-en voltak, akiknek átkerültek a földjei az elcsatolt határrészre, ők csak kizárólag határszéli úti igazolvány birtokában járhattak át megművelni a földjeiket. Nagyon nagy problémát jelentett az is, hogy a földjeik megmunkálása során nem alkalmazhattak madarasi napszámosokat, és ezek a családok kenyérkereseti lehetőség hiányában, munkavállalás hiányában
nélkülöztek, elszegényedtek. További probléma volt az is, hogy a madarasi határ mellett, a határ mentén, 500 méteres mélységben tilos volt kukoricát termeszteni. Csak olyan növényt lehetett vetni, amelyiknek a magassága nem haladta meg az 1 métert. Na azért jó apánk, az bevetette azért is kukoricával, gondolta hátha, de muszáj volt neki kiszántani, és aztán végül valami alacsonyabb növésű erével, vagy nem tudom mivel vetette be. Nagyanyám elmondása alapján édesapám, édesanyámat átszöktette a szerb határon, nagyon kalandos körülmények közt, és 1949. január 15-én házasságot kötöttek. A apai ágon a nagyanyám 2 birtokos igazolvánnyal rendelkezett, 41 és 44 közt átjárt Jugoszláviába, mivel nagyapám 1944-ben meghalt, nagyanyám szerint bánatába, mert az egyszem fiúk hadifogságba esett, agyvérzést kapott. A nagyanyám egyedül élte az életét, járt át Jugoszláviába földet művelni, mert ott volt nekik apai ágon valamekkora területű földjük. 2 birtokos igazolvánnyal jártak át, borzasztó körülmények voltak, a szerb, ha jó ébredt, azért nem engedte át őket, ha rosszul, akkor azért a földmunkásokat csak ott onnan szerezhettek napszámost, innen nem jöhettek, adót kellett fizetni, ami nem nagy összeg volt, de valutával, tehát kellett igazolni, hogy honnan szerezte a valutát. Nagyon nehéz idők voltak, nagyanyám elmondása szerint. Amiután 42 után ide beköltözött nagyapám, valamit kellett csinálni, hát itt is volt némi földjük, avval foglalkozott, illetve itt a Bajmoki vagy a Fő utcán építetett, vagy épített egy pálinka főzdét. Ez volt a délvidéken, talán Bajától, X kilométer, 50 kilométeres körzetben az egyetlen pálinka főző, ami mai ideig is jól működik, természetesen már más tulajdonosokkal, mert már megjárt a TSZ, államosítás, stb., de hát ez más történet. Bajmok és Madaras központja is távol volt nekik, így az elszakítás után közvetlenül nem mindennapi módon oldották meg az oktatást a tanyavilágban. Népes családok éltek a tanyavilágban, és ez szükségszerűvé vált a gyerekek oktatása, de Madarasra már a lezárt határ miatt nem tudtak bejárni, viszont Bajmok távol esett. És ekkor alakult ki a magánzó tanítás, ami azt jelentette, hogy egy-egy tanya, egy-egy szobát vagy helyiséget biztosított, főleg idősebb férfiak számára, akik rendelkeztek némi alapműveltséggel, és itt 8-10 gyereket tudtak tanítani. A tanítás általában novembertől márciusig tartott, hiszen utána a gyerekeknek már kellett segíteni a szüleiknek a tanya körül a mezőgazdasági munkákban. Az iskolai, illetve az oktatás eredményéről nem tudtak kiadni bizonyítványt ezek a tanítók, hiszen ők nem voltak hivatásos tanítók. Mégis elmondható, hogy nagyon sokat tettek a tanyasi gyerekek szellemi fejlődéséért, azért, hogy el tudták sajátítani alapfokon is az írás, olvasás, számolás tudományát. Tandíjért, készpénzért, esetleg élelemért vagy terményért végezték a munkájukat. A szülők soroztak abban, hogy a napi élelmezést, illetve az éjszakai szállást melyik szülő látja el, illetve amikor elvégezték a munkáikat, tehát lezártak egy oktatási időszakot,
akkor élelmiszer csomaggal lepték meg a pedagógust, illetve kötelező volt a disznótoron való részvétele a pedagógusnak, tehát a szülőnek kötelező volt meghívni az adott néptanítót. A madarasi határban 8 néptanító volt, közöttük Berkes Pál, aki az én nagyapám volt. Az 1940-es évektől kezdve szinte lehetetlen volt egy ideig a kapcsolattartás madarasi és madarasi között. Ezt leginkább levelezéssel oldották meg a helyiek. A laktanyánkból a katonák állandóan járőröztek, éjjel-nappal voltak lovaskatonák, és föl volt szántva a határ, azt figyelték a nyomokat. Volt, aki lükvercbe ment át, hogy megtévessze őket, meg egyéb ilyen csel, ki mit próbált tudott csinálni, vagy a levél úgy ment át, hogy rákötötték egy tégladarabra, és átdobták. Azért volt, amikor a magyar katona adott a szerbnek cigarettát, meg hasonló esetek azért akkor is voltak. Érdekes módon a politikai feszültség miatt sosem volt konkrétan mérve, hogy zajlik ott az élet. Tehát levélen keresztül. A nagyapámtól megvan őrizve, azt hiszem 4 vagy 5 levél. Az első levél az 1950-ben érkezett, amit ideírt ő Magyarországba. Édesanyámmal levélen keresztül tartották a kapcsolatot. Ez a levélváltás rendszeres volt. Én nekem 4 levelem van, hál' Istennek megőrizve, de lehetne sokkal több, ha fiatalabb koromban erre az egész dologra jobban odafigyelek. A nagybátyámmal, ő neki úgy szintén leveleztek egymással, ő vele sokkal több levélváltás történt, mint nagyapámmal, és sokkal több levél is rendelkezésemre áll. Általános dolgokról, egymás hogylétéről, gyermekek tanulásáról, disznótorról, hétköznapi dolgokról beszéltek. Rövid időre mentünk általában ki, független attól el kellett mennünk templomba. A Galamb utca 10-ből természetesen gyalog. Hát az utcán menve édesanyámat mindenki leszólította. Hát nagyon hosszú volt az út a templomig, mi gyermekek nem tudtuk ezt az egészet hova tenni, mert hosszú ölelések, felejthetetlen könnyek. Értünk a templomba. A mise után hazaérkeztünk. Nagyanyám egy jóságos idősödő, a mostani nagyanyám egy jóságos idősödő hölgy volt, aki szeretett bennünket és elfogadott. Nagyapámmal körülbelül 4-5 alkalommal találkoztam. Édesanyám elmondása szerint minden alkalommal megkérdezte tőle a tanulmányaim előre menetét. Egy alkalommal számtalan feladatot adott meg, amit megoldottam. Nagyon büszke volt rám. Nagy az öröm, mert még mindig fedezek fel rokonokat, illetve ismerősöket, vagy olyan szálat, ami nekem is rokonom, neki is rokona. Például tavaly össze volt olyan, hogy az én rokonomnak kiderült, hogy az ottani hölgy a Birma keresztlánya, amit eddig nem tudtunk. Ő se tudta, én se tudtam, csak meghalt egy közös rokon, és ez így derült ki. A kapcsolatot többnyire a kettős birtokosi viszony is lehetővé tette, és a rokoni látogatások. Tehát akik lejártak a földjeiket megművelni, természetesen a családjaikat, a családtagjaikat keresték fel, és ott
tudtak éjszakai szállást is kapni a családtagoktól. Nagyon nagy gond volt még az is, a lelki gondozás hiánya. Ugye nem tudtak bejárni a madarasi templomba, bajmoki templomba, és nagyon körülményes volt eljutni, különösen a téli időkben, amikor vagy ősszel a sártól, esőtől felázott utakon, és ilyenkor a dőlőutak mentén felállított útmenti kereszteknél jöttek össze, és itt énekeltek, vagy esetleg egy-egy közös imát elmondtak. A mostani magyarországi falu határában napjainkban is, de korábban még több olyan emlékmű állt, amelyek a település lakóit a nemzeti tragédiára és annak hatásaira emlékeztették. Ezek sorsa többször hányattatott volt. Az idősek tudják ennek a trianoni békediktátumnak a hatását, akik valójában átérezték, de igazából ugye 1941-ben egy öröm és a felszabadulás érzése volt Madaras életében, hiszen akkor szabadult fel a határ, és a trianoni határ mentén felállítottak egy gyönyörű határkeresztet, és ez a trianoni kereszt volt, 1941. augusztus 10-én volt a kereszt felszentelése, és ezen több mint 3000-en vettek részt ezen az ünnepi eseményen. A másik szintén egy nagyon szép esemény volt, és ehhez a felszabadulási időszakhoz kötődik, az országzászló felépítése a községháza és a templom közötti területen, és 1943 pünkösd napján avatták fel óriási ünnepség keretében, és magát az építményt, az országzászló építményét a trianoni határ mellett állt szerb őrház építési anyagából készítették el madarasi köművesek. Maga az országzászló, maga a zászlórúd 20 méter magas volt terepszintől mérve, és ugye ez is az 1920-as évet idézte, és rajta a zászló mindig fél árbocra volt engedve, azért, hogy a madarasiakat ugye emlékeztesse mindig a gyászos trianoni évekre. És hát sajnos ez a boldogság és a felszabadulás érzése nem tartott sokáig, mert 1947-ben újra érvénybe léptek a trianoni határvonalak, és ekkor zárultak le végleg a határsorompók. Még a mai napig áll a faluban egy különleges kereszt, amely a hagyományostól eltérően nem az országút felé néz, hanem egy másik irányba. Amikor kicsit föllélegeztek, az a 33 év volt, amikor egyrészt itt Madarason sok minden történt, többek között ugye volt egy úgynevezett újfalusi iskola, amiben egy harangot is elhelyeztek jóindulatú, tiszta szívű magyar tanáremberek, vagy ember, meg családja, másrészt pedig nagyapám állított egy keresztet is, pont ezzel szembe, az iskolával szinte szembe, ami emléket állít, illetve arra néz az elszakított területek felé, ahol a tanyájuk volt annó. Ő nem járt ki csak 1942-ig erre a tanyára, mert a fináncok állandóan vegzálták őket. Nagyapám meg, hogy mondjam, elég akaratos ember volt abból a szempontból, hogy mondták neki, hogy addig itt át nem megy, míg szerbű nem válaszol a kérdésekre. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor visszafordulok, majd megpróbálom hónap után, meg stb. Na most ebben nem is volt probléma, addig még nem volt olyan rakománya a szekéren, amit itt várt benn a nagy család idézőjelben. A szerbiai részen levő tanyák többségében már csak a leszármazottak emlékeiben élnek tovább. Már az a dűlő sincs meg, aminek a sári dűlő és a tanya bejárati út, ból csak a kereszt áll a sarkán, jelzi, hogy ott volt egy út keresztbe, ami bevezetett egy tanyára, ami kis, mit tudom én, erdőcske volt, vagy ilyen szélvédő fasáv volt mellette, semmi nincs belőle. És
Ezért is gondolom azt, hogy a nagymamám meg a szüleim nem erőtették, holott Bajmokon is jártunk, meg Tavankúton is jártunk, sohasem erőtették, hogy a közelébe menjünk annak a területnek. Ez ilyen nem babona, hanem az érzéseknek az eltaszítása volt számukra. A madarasi önkormányzata a mai napig kiemelten figyel arra, hogy a településsel kapcsolatos hagyományokat, történelmi értékeket megőrizze és ápolja. Egy fafaragó barátommal felvettük a kapcsolatot, aki Erdélyből hozatott tölgyfát, és az elődeim, akik a falu vezetésében voltak, ők létrehoztak a régi mozi épülete és az önkormányzat épületénél egy ilyen hármas halmot, egy ilyen parkot, ennek most egy Latinovics Park a neve, és ennek a park közepén, hogy van ez a hármas halom, az egyik halomra úgymond rá építettünk egy ilyen trianoni emlékfát, amit a barátom faragott. Ennek a motivumai úgy állnak össze, hogy a trianoni emlékbizottság által jóváhagyott motivumok vannak rajta, ami helyi, az természetesen a madarasnak a címere, a madaras, mint községnév a felirat, és a ékírással ugyanez madaras megjelenik rajta. Több madarasi személy, jelenleg élő személy adta össze ennek a költségeit. Az önkormányzat finanszírozta és kivitelezte azt a talapzatot, azt a tömböt, ami ezt a több mint 3 méter magas emlékfát, aminek ugye nem kevés a súlya, meg tudja tartani. Egy vörös kő lábazattal, ami úgy gondolom, hogy méltó és nagyon szép ahhoz, hogy azt az emlékművet sokáig fent tudjuk tartani majd. Ahhoz próbáltunk igazodni, hogy 100 év ezelőtt ez hogy rázta meg a falut, hogy rázta meg az országot, mennyire volt tragikus, és szépen csendben ünnepeljünk. Az elképzelés az volt, hogy 100 fáklyát vettünk. A régi Nagy Magyarország térképét körbe rajzoltuk, úgymond a hármas halon körül madzaggal, és megkértük mindenkit a műsor végén, hogy csendben fáklyákat kézbefogva égnek a fáklyák, a Nagy Magyarország térképét ugye rajzoljuk ki és álljunk oda. Tényleg megható volt azt látni, hogy igen, 100 fáklyát vett az önkormányzat, mert annyira számítottunk, és nagyon-nagyon sokan voltak még, akik fáklya nélkül álltak ott. Szóval sokkal nagyobb volt az érdeklődés nem csak a műsor iránt, hanem maga az emlékezés iránt is. Szóval úgy gondolom, a madarasi emberekben ez még mindig él, hogy 100 évvel ezelőtt Madarason történt egy olyan dolog, ami kettészakította a települést, kettészakított családokat, gazdaságokat, embereket, és erről valahogy csendben szépen meg lehet emlékezni, és meg is emlékeztünk. Az emlékezés mellett a magyarországi madaras szinte összes lakója tudja, hogy melyik út vezet a település Szerbiában található részének központjába, a híres csárdához. A Bajmoki országút 1920 előtt a tanyavilág és a település közötti összeköttetést jelentette, napjainkban azonban itt már nem lehet átlépni az országhatárt.
A híres csárda, az iskola, a laktanya és a vadászotthon, Madaras tanya világának egykor nyüzsgő központja. A bálok, a búcsú és a közösségi rendezvények színhelye. Az 1920-as trianoni békediktátum a madarasiakat nem csak anyaországuktól, de anyatelepülésüktől is elszakította. A környéken élők területi szempontból sem Madarashoz, sem pedig Bajmokhoz nem tartoztak. Ma már csak a tanyahelyek és néhány épület bizonyítja, hogy egykoron közösségi élet zajlott a jelenlegi szerb-magyar határ közvetlen közelében. Madarasra kijövök, akkor hazaérek. A Madaras az egy, nem lehet elfelejteni ezt. Tehát jó élmények, minden. Sokat szoktam álmodni, hogy itt lakok, még mindig. Nem, azt nem lehet elfelejteni soha. Jó emberek voltak, összetartó volt a nép, nem volt irigység. A központ korábban élettel volt tele, mára mindössze néhányan élnek az egykor virágzó tanyavilágban, ilyen például a Bajor házas pár. Itt kint még nagyon szeretünk, itt helyben van minden, úgyhogy itt a föld, itt a jószág, itt van mindenünk. Itt a jószágot kihesszük legeltetni, meg bár akarmi, beszoktunk vásárolni, úgyhogy nem megyünk mindig a faluba, hanem itt mindent helyben. Van, villanyunk van, vízünk van, mink áram nélkül nem bírunk lenni, mert akkor nincsen se víz, tűzalót nem vesszük. Ha valamikor úgy volt, még a villany nem jött be, hogy elhurcókodunk, de aztán bejött a villany, akkor itt letelepettünk, itten kutat fúrtunk, minden úgy, hogy teljesen itt elkészítettük a jószágnak mindent. Ólakat építettünk, volt itt sok jószágunk is, valamikor fiatalok voltunk, akkor csináltuk, de most már bizony csak annyi, hogy pár jószág van, meg birkáink vannak. A tanyavilágban 1920 után új élet kezdődött. 1928-tól megszervezték a tanítást. A napjainkban tető nélküli düledező iskolaépület szolgálta a gyerekek tanítatását. ...1922-ben kezdték építeni az iskolát, kicsit a lassacskán ment. 28-ban már megkezdődött a tanítás. Itt valami egy Irma kisasszony volt az első tanítónéni. Aztán jött a Csörpöly Ferenc, az egy zombori. Akkor Csörpöly Ferenc után jött a Komnyáti Mihály, az zentai volt. Akkor Komnyáti Mihály, mikor az üvéd lejárt, akkor kezdtem én iskolába járni már. Juhász Ferenc, az bajmoki volt, meg egy szabadkai Nagy József, az a horvát, bunyavát gyerekeket tanította. Délelőtt, délután itt volt tanítás. Úgyhogy hát 50-55 gyereket állandóan, az egyik kifejezte, másik gyűjt, ez mindig így ment. Úgyhogy délelőtt, délután volt tanítás. Egyébként aztán a Juhász Ferenc tanított, az 2 évet, akkor Mojzes tanító bácsi, az Anti bácsi, aki meghalt szegény, az, akkor aztán Bajmokról volt egy Mérkovics Rózsa, az adná fejeztem be az iskolát itten. Az nagyon angazált apámnál, hogy elhessz iskolába tovább. Apám nem engedett,
ki a birkákat őrözni, libákat, nem lehet menni sehova. Az iskola az nagyon jó működött, abban az időben nagyon sok diák is volt itten, mert én most Bajmokon megmondom, hogy itt akkor abban az időben hány diák volt, nem akarják elhinni. Pedig sok diák volt itten, úgyhogy nagyon jó, elég jó is tanultunk meg, volt rá idő is. Egy időben mentek délután is a gyerekek, meg délelőtt is, 8 órára mentünk reggel iskolába mindig, délután meg egyre, aki ment délután, de csak egy tanítóbácsi tanított bennünket, úgyhogy 3 évig engem egy tanítóbácsi tanított állandóan, aztán jött másik negyedikbe, aztán meg mentem újból Bajmokra. Rosszalkottunk, szabadunk, szalad, hát mezítláb, egészen márciustól novemberig biztos mezítláb voltunk, hogy megedződött a talpunk, úgyhogy. Aztán már, amikor fölmet, mert persze a tanítás az ide, akik jártak iskolába, azok 4 osztály volt csak, nem lehetett tovább menni. Akkor semmiféle ilyen, hogy mondjam, prevaznos lesz volna, nem volt, akivel lehetett volna, hogy vagy valaki rendezte volna, hogy mehetnek a gyerekek tovább iskolába, Bajmokra. Ilyen nem volt, akkor ez, aki ide járt, madarasi, ennek mind 4 osztálya volt, úgyhogy itt nem volt tovább. Az volt a legmagasabb is iskola. Összefogtunk, a gyerekek játszottunk, agykirály katona az volt akkor a menő, és még az, hogy szüleink jószággal foglalkoztak, és akkor hajtottuk ki a mezőre. Délután hazajöttünk az iskolába, akkor este felé megbeszéltük, hogy hova találkozunk így gyerekek, és akkor kimentünk, és akkor zsidó vásároztunk. A birkák meg néha elmentek, meg a disznók. Úgyhogy jó volt, szép élmények vannak. Szerettük a tanítóbácsit. Egy évben első osztályban Juhász Ferenc volt. Az még engem le is rajzolt, mert én voltam a legjobb tanuló. Szomszédban itt a kaszárna, hogy van, hát játszottunk ilyen zavarócskát, és akkor beszaladtunk, a kukorica úgy akkora volt, és kitört egy pár szál kukorica. Az az ember, az a tanító bácsi ott, azt hiszem egy 15-20 gyereket fősorakoztatott, akik a kukoricában voltak. És sorba álltunk, voltak azok a régi fajta padok, a nézbe padok, és mindjárt a deresre húzott. Ott vártuk sorba. Szegény az már úgy izzadt, úgy annyi. Hát azért 15 gyerekét lefektetni padra és végigvárni, az is munka volt. Szóval ez ilyen apróságok voltak nálunk, de hát ez mind benne volt a pakliba. Hogy mikor második osztályban jártunk, akkor mi jártunk hittarra, és képzelje, hogy innen mentünk gyalog, csoportosan, de a Bajmoki központba, a templomba hittarra. És az minden héten. Volt, mikor a szüleink egy darabig elvittek bennünket, és akkor leszálltunk a kocsiról, és akkor voltak eperfák az országúton, és egyik hogy szaladtunk a másik, és akkor így hazaértünk. Mentünk az iskolába, akkor voltunk jó páran, arra Sáridüllőben laktunk, akkor mentünk, voltunk 5-6, azok mind egyformán szaladtak, örültünk, mentünk, trabba mentünk, úgy örültünk, mint a bárányok. Most még azt sem tudom, hogy menjek. Akkor bírtam menni is, meg szaladni is, meg mindenhol odaértem, most még nem tudok semmit sem, nem bírom. A madarasi tanyavilágban élők, amellett, hogy dolgos emberek voltak, nagyon szerették a szórakozást is. A központban található csárda ezt a célt szolgálta. Hát sajnos rosszak voltak a bulik, mert vasárnap este volt. És akkor az ember, mikor 2-3 óra felé hazaver,
akkor már a fater az még persze még onnit jártam, akkor már 5 órakor, akkor már azt kvájbált, hogy már hasadrasít a nap. Nem jó volt. De aztán is különben, hát a hétfői nap az nagyon nehéz volt egész életemben, mert mindig vasárnap elmaradtunk, volt egy kis pityóka is, akkor még olyan 20 éves koromban, akkor még cigarettáztam is egy pár évig, az úgy összebüdösödött, tehát nem volt jó. Nem. A hétfői az nagyon rossz nap volt. Itt új év, vagy ilyen madarasi búcsú, ez augusztus 15, itt mindenki itt volt. Kuglipályán, ha volt sár, mert nem volt nagyon betonos út, Kuglipályán néha 100 pár csizma volt egymás mellett, de senki nem veszett, mindenki meg volt a saját csizmája, mert ugye másképp nem lehetett tárgyalni sár volt abban. És ez itt tartott hajnali lakodalmak, máma kezdték 10-kor, hónap délig. Ennyi volt a lakodalmak ilyen. 10-re össze volt hívva, délben volt birka paprikás, egy nagyon elismert pörkölt, vagy paprikás. Este vacsora, éjfélkor szárma. Reggel, ez ami mind megmaradt ebéd vacsoráról, ez reggel 9-10 körül még egyszer értek. Kint az utcán itt táncoltak. Itt 10 előtt nem ment haza senki másnap. De volt néha egész este felé. Minden tanyának volt ez a, vagy a, majdnem mindenki itt volt a lakodalomban. Itt tényleg egy akkora nagy összefogás volt. Mindenki volt kocsi, a lova, a hazament, a szomszéd etetét elvégzett, vagy többi. Másnap 9-10-kor jött kocsival, lóval, vitte haza a gazdákat, vagy a vendégeket, akik mentek át. Itt a legnagyobb vesztes volt a mennyasszony, mert hát nem bírtam menni a lónikodán. A csárda régen tele volt élettel, szerelmek, barátságok születtek falai között, a mostani látvány ürességet sugal. A régi idők zenéje tökéletesen átadja azt, amit akkor tapasztaltak a helyiek. Sokat jártak ide trombitások, és akkor, mikor már meghallottuk, hogy szól a zene, akkor készülődtünk, és akkor jöttünk családostól. Én kicsi voltam addig, hát mindenféle gyerekek játszottunk. Szaladgáltunk már, mikor nagyobb voltam, mikor már táncolni, akkor hát mindenki szépen fölöltözött, és jött ide, és akkor szórakoztunk. Táncoltunk, akkor legtöbb tánc volt, és akik kísértek bennünket, mert nem, akkor nem mentek egyedül a lányok. Mindig anyukám még kísértek bennünket, akkor kint volt a, először volt a táncterem, akkor volt az ivó, ahol lehetett így inni, akkor a férfiak ott voltak az ivóteremben, az anyukák pedig körbeültek, és akkor figyelték, hogy a lány kikivel táncol, meg ilyen, akkor még voltak ilyen lekérések is, meg. Hát nagyon szép emlékeim vannak itt a madarasról. Valamikor volt az a hülyeség, az a kántálás. Bemaszkíroztuk magunkat, hogy nem lehetett megismerni. Itt nem messze tósakiak disznót vágtak, mentünk oda egy kicsit szórakozni. Katonákkal találkoztunk, ugye. Nem ismertek bennünket, bizony visszatoloncoltak a kaszárnyába, úgyhogy éjszakát is a kaszárnyába. Porisnyék itt lakott a bódba, mikor együtt reggel mondják a katonák, hogy vannak rabjaink. Hát mi volt? Hát ők nem tudják, hogy kicsodák, de mikor leért a porisnyék, meglátott a hangomról, megismert, azt mondja, hát te mit keresel itt, szomszéd? Mondja, kérdezd meg a az embereidet.
nem akarták elhinni, hogy mi csak hülyeségből vagyunk, úgyhogy minden volt. Jó is, rossz is. Voltak itten bálak is, gondolom, meg minden második este körülbelül, ezt el tudom mesélni, hogy mentünk kártyázni. Mink pénteken, hétfőn, meg ilyen napokon szerdán, mentünk az idősebbek hő, így a 40-50 éves, mert nagyon ismerősek voltak, meg szomszédok végig. A fiatalokon, mi korosztálókon, meg kedden, csütörtökön, meg ilyen szombati nap, meg így, ilyen napokon. Na úgyhogy mindig el voltunk foglalva télen is, úgyhogy még nem unatkoztunk. Abban az időben egy televízió még nem volt, még a villany előtt, de rádiónk az volt. Batis rádiónk az volt. Abban szórakoztunk. Úgyhogy mind nagyon el voltunk foglalva, hogy végig a Düllőn, meg egész mentünk majdnem a Gránicig, ilyen fiatalok, mind itt például Horák, Horvát, mink jártunk összekártyázni itt, akik jöttek most. Egész éjfél egy-két óráig, vagy ameddig, na. Meg összejártunk dolgozni is, ilyen 3-4 traktor, meg gondolom kombá is, meg bármi munka, na. Volt, összefogtunk, és akkor ment is gyorsan. És a búcsú mikor volt, a madarasi búcsú, ugye akkor ötten összejövetel volt, cukrászok is, körhinta is volt. Reggel fékeltünk, korán dolgoztunk, és akkor nem feküdtünk bizony, nem volt idő, pihenés volt, hogy reggel 5 órakor keltem fel, másnap este 10 órakor mentem feküdni. Vendégeim voltak. Ebédre mindig a bajmokiak kijöttek ide, rokonsága. És utána, mikor vége volt a szórakozásnak, mindennek, akkor akik a körhintában voltak, jöttek vacsorára hozzánk, elszórakoztunk, aztán kijöttünk, mink forogtunk a hintába. A madarasiak már gyermekkorukban bekapcsolódtak a gazdasági életbe, fiatalon elsajátították a gazdálkodás alapjait. Nem volt daráló a tanyákon. Mind ide hozták, itten volt elég sok jószágot tartott a nép, meg jó. Oda jártak, mindig volt munkánk, úgyhogy 50 zsáktól kevesebb nem volt a darálóban. 70-80 zsák, ez naponta mindig így ment. Hát a férjem, amikor elment arra a lóversenyre, akkor én rám maradt a daráló, nem volt segítség. Akkor, ahogy bírtam, úgy dolgoztam. Ezt mind be kellett zsákolni, betolni, lemérni, tudni papírokat rakni zsákokra, hogy kié, melyik. És akkor volt úgy, hogy elment a férjem, a Horváth, a Garajszki Sanyi bácsi, az begyújtotta nekem a darálót, mert nagy hofferünk volt, azt én nem bírtam. És akkor én daráltam, volt úgy, hogy hajnal 3 óráig, és már megkérdezte feleség, hogy ki indította meg a Gizának a darálót, mikor még mindig még, aztán még meg se állt. Akkor hazajöttem, 5 órakor már ittek a darálói. Megint csak el kellett állnom. Na, amikor megértek úgy 8 év körül, azt hiszem, akkor befogtak az öregek, és dolgozni kellett valamit. A nyári időszakban, hát az úgy elkezdődött, mit tudom én, májusban és novemberig jószágot őrözni. Reggel a disznókat 5 órakor, aztán délután, ha voltak tehenek, akkor azokat csaptuk össze, azt mentünk vele, úgyhogy a határba éltünk olyan vadon. Csak az este volt, mikor a család összegyűjt.
Aztán később már, amikor 10, várjunk csak. Addig hát otthon mindig délután, de mindig arra hallalkoztam, hogy nekem tanulni kéne, de hát apám az sose hitte el. Úgyhogy kint volt dolog, nem a tanulás. Legelsőbb 51-be, mert akkor még nem voltak kombájok, meg ilyesmi, hanem kézzel arattak a népek. 51-ben akkor kezdtem bele az aratásba. Furcsa volt, hogy apám az vágta, én voltam a marokszedő, és ez nekem nagyon nem tetszett. Akkor egy nap elküldött anyámmal, én kaszáltam, anyám szedte a markot, de az aratásban az egy nagyon fontos, hogy aki tudja a kaszát rendbe tartani. De én még nem tudtam azt a kaszánt fenni, se meg kalapálni, se meg ilyen hasonló. Úgyhogy délutánra már mire, már ebéd után, úgy tüvestű szedte a kasza ki a... És én 14 éves koromra én úgy kifáradtam, azt hittem, hogy meghalok. De mondom, ezt végig kell csinálni, mert ha nem csinálom végig, akkor megözlik örülve, hogy mit kapaszkodok, mert én akartam. Ez gondolom, ilyen emlékezetes dolog ez. A kasza az úgy nézett ki másnap, mint ezek a most fűrészek, olyan szapnis volt. A trianoni békediktátum családokat is ketté vágott. A tanyavilágban élőket szinte kivétel nélkül rokoni szálak kapcsolták az anyatelepüléshez, így az anyaországhoz is. Én nekem anyám madarasi, igazi madarasi. Öreg apám és öreg anyám ott laktak az Újfaluban, ha esetleg valaki azt tudja, az Újfalu iskolán, abban az utcába kellett befordulni, de hogy hívták az utcát, nem tudom már. De ő ide ment férhő persze, mert gondolom a határ az még a régi Jugóban is olyan volt, hogy nem voltak ilyen szigorú valami határátlépések, meg ilyesmi. Mehettek oda mozi, vagy a mozi az már azt hiszem 40. Akkor láttam életemben mozit a 42-3-ban Madarason. És az ide kijártak, mert itt is volt egy kocsmi, még arra följebb ott a második, 200 méter ott is volt egy kocsma. Akkor ide jártak bálba a lányok is, akkor anyám itt ment férhő, akkor itt maradtak. Akkor 14-ben öregapámat elvitték, az nem is jött vissza. Mai napig nem tudnak semmit. Öreg anyám az 51-ben halt meg, az Madarason van. A többi rokonságom meg az öregebbjei, azok már mostan kihaltak, a családjaik vannak meg. Édesanyám Magyarországról jött ide férhez, ő 2011-ben született, és nem tudom hányban ment férhő, csak akkor zárták le épp a határt, mikor ő ide került, és akkor az ő testvérje is mind ott maradtak, az én nagymamám, nagypapám is. És akkor utána, amikor már lehetett átmenni útlevélre, akkor édesanyámmal mentünk. Mert csináltattuk az útlevelet, és akkor Szabadkáig elmentünk vonattal, onnan Kelebiára. És akkor Kelebiáról akkor nem volt még
Madarasra át valami vonat, vagy ilyesmi, hanem akkor anyukámnak a testvérje jött értünk mindig. Akkor egy hónapot voltunk körülbelül ottan Magyarországon, és ott is jártam, mentem iskolába, az unokatestvérem vezetett, gondolom, ő is járt az iskolába, és akkor addig mentem vele is az iskolába. Úgyhogy nekem a nagynéném, nagybácsim mind ott éltek Magyarországon, hát most már ők elhaltak. De unokatestvéreim még vannak, akik még ma is tartjuk a kapcsolatot velük. Úgy szoktuk, mint gyerekként is, hogy megyünk oda is, meg ide is. Meg a magyarok, mikor itt a rengeteg magyarnak volt fődje, azok hordták a apám az itt ezen a tanyán, laktunk itt ez az elsőn, bent voltak a madarason a gazdája, és akkor apám vitte be nekik a szalmát, csöves kukoricát, meg mit tudom, ez ilyen árenda félébe volt. Ez egy darabig úgy 45-ig ez olyan, na, folyton rendesen a helyzet. Aztán már, amikor határt lezárták végleg, na, akkor kicsit hát szétszakadt a család. Mert anyámnak a rokonai ott voltak, apámnak a rokonai, az itt vannak Bajmokon. Most is, aki még él a családban. A tanyavilága 80-as évekhez közeledve fokozatosan elnéptelenedett. A helyiek életében mérföldkő volt az elektromos áram elvezetése a határ közelébe. Ez azonban már nem tudta megállítani az elköltözési hullám folyamatát. A villany előtt, körülbelül mielőtt bejött a villany, 73-4-be kezdett a nép megfogyni, és akkor elkezdtek hurcukolni a faluba. Ezek az idősebbek, meg már akkor addigra elég sok elhalt is itten, ebbe az évbe. Egy ideig járt ide az autóbusz is, a gyerekeké, de az is nem is tudom, egy-két évben járt talán, vagy. Tovább nem igen járt, nem volt kifizető, mert elég messze van, és kevés volt az utas is, úgyhogy nem érte meg, akkor aztán a diákokat hordta, a Zadrugával kötöttek valami szerződést, kombi hordta őket az iskolába, Bajmokra, innét, teli kombi. A négy osztályig azokat mind vitte. A többi az még már nem is ment iskolába, innét, hanem már beköltözködtek a faluba, és onnét mentek iskolába. Akkor azután a nép nagyon kezdett már fonni. Hurcókodtak is be, sokan, és mindig kevesebb nép maradt itten. Zádruga is akkor húzatta a villant, de a privátoknak nem akartak egyáltalán adni. Akkor a nép elkezdett az öregebjei széléről, elmennek be a faluba, és kész, akkor így. Mikor úgy, egy elkezdi, akkor többé lassan megy utána. Ez így történt, úgyhogy mire mink a villant itt nem is kaptak, csak az országot, meg itt egy-két szállás, egy dűlőkből legközelebbi tanyák. De akkor már úgy állt mindnek a helyzete, hogy az öregebjei mentek a faluba. Még így, én akkor még úgy voltam, hogy még kitartok, még a szüleim, azok is itt laktak, az első tanya, hogy mondom, még ők bírják, addig kint bírunk, de aztán jöttek az unokák, és az iskolába kellene menni. Ezt nem lehetett, akkor más nem volt között venni egy házat. Itt addig építkedtem a tanyámat, hogy minden meg legyen fürdőszoba, mire az kész lett, akkor rá egy-két évre ott kell hagyni. Akkor, mikor az áramot kaptak, a határ megkapta az áramot, akkor kezdtek darálókat venni az emberek, hogy kevesebb volt a munka, és akkor
férjemnek, a nagyapjának a háza eladó volt, megvettük, akkor darálót eladtuk a Prasiti Jóska bácsinak, és akkor beköltöztünk vissza Bajmokra. Úgyhogy azért volt munka, volt, hogy összejártunk a kocsmában, amikor megjött az áramot, megkapta Madaras, akkor kaptunk televíziót a kocsmába, és akkor ugye mind a falusiak mentünk, mind azok a moziba, mink a televíziót nézni a kocsmába. Úgyhogy elszórakoztunk. Én 67-ben nősültem meg ide, itt a tanyára. Akkor hát itt voltunk a feleségemmel, született két családunk. Azok nem jártak ide iskolába, mert már itt 76-ban becsukott az iskola. Nem volt a tanító se nagyon, még a busz nem akarta hordani gyerekeket Bajmokra. Mert volt az állami busz Szabadkáról, de aztán az két évet hordta őket, akkor az megszűnt. Akkor Rabnica busza vitte őket egy pár évig, akkor a Rabnica direktora megtiltotta, hogy vihessen gyerekeket, baleset, mit tudom én, hát ugye volt mindenki fogás. És akkor aztán a gyerekeknek el kellett menni Bajmokra. Így nekem is kellett venni házat, és oda bekerültek Bajmokra, aztán a fiam már Szabadkára járt, a lányom az itt Bajmokra járt, azt így akkor 86-ban nekem is már be kellett menni. Anyám megöregedett, és azt mondta, hogy a gyerekekkel nem bír lenni tovább, így akkor mindkét bekerülünk a faluba. 35 éve bent vagyunk Bajmokra. A tanyavilágban felnőtt személyek emlékeiben még mindig élénken él az, hogy milyen emberek éltek a környéken. Madaracsek nagyon összetartók voltak. Itt nem volt, hogy szegény vagy gazdag. Itt volt, aki szegény, alig, de csinált itt egy kis házat, itt az iskolánál. Itt mindenki eljött segíteni. Itten 398 tanya volt. Itten 74-es szavadáskó, én vezettem a szavadást, a Palást János. Itten 1260 szavazó ember volt. És ez mind, ha valaki valamit csinált, ez mindenki ott volt, nem volt. Itt, ha kellett menni születőni, elmentek. Disznóvágás, nem volt az, hogy itt a kőben hentesténi. 5-6 szomszéd már ott volt, akkor még ez ment, ez a kántálás. Ilyen, aki vágott disznót, akkor egy fiatalság, vagy még középkorú, összefogtak, kicsit kimaszkalázták magukat, és mentek ott, és hát ez egy nagy bolondság volt az egész, tehát hogy elviccelődtek, reggelig el is szokadtak, eleszegettek, mert itt mind nem volt olyan tanya, akinek nem volt bora, vagy pálinka, ez mindenkinek volt. Jó emberek voltak, összetartó volt a nép, nem volt irítség, nem volt, összejártunk itt, szórakozás. Szomszédokkal jóban voltunk, összefogtunk Köröztes Jani bácsival, Tósaki Józsi bácsiékkal, munkáltak földet, ők is, mink is, közösen munkáltuk el, kapáltunk, kukoricát szedtünk, úgyhogy mindent segítettünk egymásnak is, és összetartó volt, ahol itt nem volt irítség. Jó éltünk.
Amennyiben a szétszakított madaras történetén töprengünk, számos következtetés fogalmazódhat meg bennünk. Mi történt volna, ha? Vajon élnének még emberek napjainkban is ezen a tájon? Szólna-e a zeneszó a gálkocsmában, és vajon benépesülne a tél a búcsú napján augusztusban? Ezekre a kérdésekre már biztosan nem kapunk választ. Az azonban bizonyos, hogy a területen élt egy közösség, amely büszkén emlékszik vissza a régi időkre. Az iskolára, a központra, az immár magyarországi rokonokra, és arra, hogy egyszer egy egészet alkottak anya településükkel, amelyet, ha más szemszögből nézünk, például madártávlatból, nincs is olyan messze, csak immár egy határ választja el tőlünk. Ez itt a Forog a kamera, benne pedig az Elszakítva című dokumentumfilmet láthatták madarasról, a két madarasról, a szerb és a magyar madarasról, amelyet Bálint Csaba kollégám készített. Folytatjuk egy kicsit még a beszélgetést, így a film után. Hát nekem ami legjobban megfogott, az az, hogy ugye megtaláltad ezeket az embereket, mondtad, hogy összetartó közösség, a mai napig is visszajárnak, de mi mindenre emlékszik az ember? Hogy mi jut eszébe az életéből, hogy általában például az itteniek a szórakozást emelték ki, hogy nekik vidám volt az életük, meg jó volt az életük madarason. És ez nekem annyira érdekes, hogy lehetett volna panaszkodni, de nem ezt tették. Igen, rendkívül érdekes, és az itteniek esetében, itt fölvett riportalanyok esetében, amellett, hogy a kikapcsolódás, meg a jó kis bulik, azok, amik viszonylag előtérbe kerülnek, ott egy archív fölvétel is van, ha a nézők hallhatták, az akkori bulik hangulatát próbáltuk egy kicsit visszaidézni. Amellett, hogy ők a szórakozást, meg a bulit emelik ki, azt hiszem, hogy az érzelmi vonal is azért megjelenik náluk, és alapvetően nem Trianonhoz, mint olyanhoz kapcsolódik, és nem a tragédiához, a nemzeti tragédiánkhoz kapcsolódik, hanem magához a településhez. És nagyon érdekes, hogyha figyelmes néztük végig a filmet, akkor láthatunk egy olyan részt, hallhatunk egy olyan részt, az egyik alany azt mondja, és szerintem ez rendkívüli módon fontos, és egyébként bemutatja az egésznek a jelentőségét, azt mondja, hogy néha igazából ő azt álmodja, hogy itt él. És azt hiszem, hogy ennél erősebb és komolyabb megfogalmazása nem is lehetne annak, hogy ők milyen módon kapcsolódtak, ragaszkodtak ehhez a tanyavilághoz. És akkor, mint említettem, a magyarországi rész az meg teljesen másféleképpen kapcsolódik. Meg hát megható az is, mert úgy nem gondolja az ember. Persze a Nemzeti Összetartozás napján tudunk róla, meg abban az évben ugye sok szó volt erről, de hogy az emberek magukban hogy élik ezt meg. Azért ez nekem érdekes volt látni, hogy a magyarországi madarason hogyan vélekednek az emberek, és hát hogy mennyire fontos nekik, vagy meghatározó volt ez a történelmi helyzet. Könycseppek vannak ott a visszaemlékezéseknél, érzelmek szabadulnak föl eléggé komolyan. Nagyon-nagyon érdekes volt akkor, meg valahol igazából megrázó is beszélgetni ezekkel az interjú alanyokkal, mert tényleg olyan szinten átélték, vagy legalábbis olyan szinten ragaszkodnak ez az egész történethez, hogy az tényleg ott meglepő volt, és voltak, akik tényleg elsírták magukat. Ez itt az itteni rész esetében annyira nem volt jellemző, talán egyébként ez annak is köszönhető, hogy hát nyilván 1920 után itt komoly hatalomváltások történtek, jött a kommunizmus, persze ez Magyarországon is jellemző volt, csak itt valamilyen módon talán Jugoszláviában kevésbé volt
hogy is mondjam, érezhető, átélhető ez a Trianon tragédia, és ez látszik talán egy picit az itteni közösségen, míg az ottanin az látszik, hogy alapvetően a rendszerváltás óta eltelt év, vagy időszak, évmennyiség az elegendő volt arra, hogy ráeszméljenek a nemzeti tragédiánknak tulajdonképpen a komolyságára az emberek. Arról nem nagyon hallottunk, legalábbis nem emlékszem rá, hogy ez a két település, ugye két madaras valamilyen szinten összekötődik-e, így van-e valamilyen ünnep, amikor ők találkoznak, vagy felveszik a kapcsolatot, tehát hogy összetart-e a két madaras, és lesz-e belőle legalább egy napra egy egész? Igen, ezt én is kérdeztem tőlük, amikor hát egyrészt ott voltunk, meg hát a másik oldalon is voltunk. Jellemzően szerveznek ők kapcsolat tartási lehetőségeket, meg hát ilyen rendezvényeket, amikor a magyarországiak át tudnak jönni, és itt szórakozhatnak együtt azokkal, akik még élnek, és a tanyavilágban nevelkedtek a szerbiai részen. Nyilván az elmúlt időszakban a határlezárások, járványhelyzet az rendkívüli módon megnehezítette azt a kapcsolattartást, tehát nem csak közöttük, hát ott le volt zárva most a bajmoki határ, akkoriban már le volt zárva, amikor ezt forgattuk, ezt a filmet, és akkor nagyon sokan panaszkodtak, hát, hogy gyakran át szoktak ugrani ilyen bajmokra, meg hát szétnézni, de most hát nem tudtak, most már azóta, hogy nyitva van, hát nem beszéltem velük, remélem, hogy ápolják a kapcsolataikat. Ezt a filmet ugye a Nemzeti Összetartozás évében forgattad, arra készült, hogy mondjam, tehát a témájában is, és ez azt hiszem, hogy magyar támogatásból készült, vagy mit igen, lehet erről igen, tudni? Tulajdonképpen az egész Nemzeti Összetartozás éve vajdasági programjának részese volt a Pannon RTV is, és több műsorral, illetve több filmmel vettük ki mi is a részünket ebből. Tárcaműsorok voltak, illetve kettő dokumentumfilm is készült, úgyhogy ez volt tulajdonképpen az egyik dokumentumfilm madaras történetét mutatta be, amit mi készítettünk, ez része volt ennek az egész nagy egésznek. Mi levetítettük már, de most a forog a kamerában is azért láthatják. Volt-e valahol máshol, nem tudom, a magyar televízióban? Nem, ez csak ez és kizárólag olyan. Az uh-huh. interneten található meg, illetve hát volt egy premierje, meg aztán a premier utáni premierje június 4-én levetítettük ugye a Nemzeti Összetartozás napján, most 2021-ben, úgyhogy azt hiszem ez a harmadik alkalom volt, vagy lesz, hogy volt, hogy látható a Pannon TV-ben. Nem tervezed elvinni madarasra, a magyarországi madarasra például, mert azt szerintem ők szívesen megnéznék azon a napon. Alapvetően egyébként minden résztvevő kapott egy DVD-t erről, és ők megnézték, meg hát amikor a premierek voltak, akkor fölhívtuk a figyelmüket, hogy tekintsék meg. Az elmúlt időszak az nem arról szólt, hogy alapvetően tudtunk mozogni, úgyhogy ilyenről nem is volt szó. Akik megnézték a filmeket, illetve akik szerepelnek benne, azoknak pozitív volt a visszajelzése, nekik tetszett, örültek, hogy elmesélhették történeteiket, és örültek annak is, hogy igazából madaras története, ez nem egy olyan papírra van leírva tollal, ami esetleg elvész, vagy fölgyulladt, hanem van nekünk egy filmünk, ami nem fog eltűnni, és rögzíti, hogy van egy madaras, ami mikroközösségek szintjén, de rendkívül módon nehezen viselte a trianoni békediktátumnak az eredményét, és szétszakadt. Általában nem szeretik ezt a kérdést, mert hogy titok, vagy nem tudják még, hogy mi lesz, de azért én megkérdezem még így a végére, hogy Csaba, hát lesz még film ilyen hasonló, nem feltétlenül ugye ilyen témában, de akár ilyen témában is. Tetszik neked ez a műfaj? Azt hiszem, egy korábbi forog a kamerában beszéltünk már erről, ugye az hát, elárverezett falu kapcsán, hogy van egy ilyen elárverezett jövő kapcsán beszéltünk erről, hogy van egy ilyen romantikája annak, hogy az ilyen eltűnőben lévő települések azok hogyan működnek. Ott, hogy van jó történet, meg van jó sztori, ugye, illetve vannak jó alanyok hozzá, akkor miért ne akár lehet is. No, hát nekem tetszenek ezek a te munkáid, úgyhogy remélem, hogy még látok. Nem állunk meg ennél a kettőnél, hanem többet is az elkövetkező években. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettem veled. Én köszönöm a lehetőséget. A forog a kamerát, látták benne pedig Bálint Csaba Elszakítva című dokumentumfilmjét. Köszönöm a figyelmet. A viszontlátásra!